Kedves nézőink, Önök a Kanizsa Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Először nézzük főbb híreinket röviden. Segítő kezek 20 éve támogatja az alapítvány az autizmussal élő gyermekeket és szüleiket. Körültekintés. A társas vadászatok szezonja miatt érdemes előre tájékozódni az erdőlátogatóknak. Kalantúra. A szerelmeseket várja akciókkal a balatonparti település. Gondoskodás felsőfokon. Két évtizedes fennállását ünnepelte az Alapítvány az autista gyermekekért a Batthyány Lajos gimnáziumban pénteken. Az est fővédnöke ajándékot hozott az autista gyermekek fejlődését segítő kockaklubnak, amit őszinte öleléssel köszönt meg az egyik gyermek. Cseresnyésné Nagy Lívia kiemelte, mindannyiunk számára példaértékű lehet az autista gyereket nevelő szülők áldozatvállalása, hiszen az ő gondoskodásuk gyermekeikről egy egész életen át tart. Azt szeretném, ha minél többen látnánk, ezek a szülők atlaszként tartják bárukon a világot. Szeretetükkel, áldozatvállalásukkal, kitartásukkal. Példájuk valóban példa. Minta lehet mindannyiunk számára. Az alapítvány 1995-től folyamatosan támogatja az autista gyermekek fejlesztését, és segíti a szülőket szinte mindenben. Dr. Baranyi Enikő, a kuratórium első elnöke kiemelte, a város vezetősége a kezdetektől egyhangulag támogatta a kezdeményezést. Akkortájt ritkosságnak számított, vagy már akkortájt is, hogy teljesen az önkormányzat összhangú vagy egybehangzó véleményei szavazatával sikerült első begyújtásra önkormányzati javaslat alapján létrehozni, megalakítani az Őrhajós utcában egy csoportot, ahol egészen 18 éves koráig lehettek azok a gyerekek, akiknél a család ezt igényelte. Jelenleg Nagykanizsán a Szivárvány intézményben 15 autizmussal élő gyermeket tanítanak az ott dolgozó szakemberek. Az Autisták Országos Szövetségének elnöke azt mondta, nincs jelentős különbség az ellátásban a fővárosi viszonyokhoz képest. Abban tudunk segíteni, hogy a családok tudhatják, érezhetik, hogy nincsenek egyedül, hogyha ellátás hiánnyal, jogszerűtlenséggel találkoznak, sorstársi segítségre van szükségük, vagy a társadalmi elfogadásban van problémájuk. Ebben mindenképp támaszt nyújtunk, segítséget nyújtunk a szolgáltatásainkkal a családoknak, illetve országos ernyős szervezetként a jogalkotási döntéshozási folyamatokban képviseljük az autizmussal élő személyek és családjaik érdekeit. A két évtizede végzett munka után is vannak még tervek. Szeretnénk egy helyet is, ahol tényleg fizikálisan hozzánk tudnak fordulni a szülők, érdeklődők, mert jelenleg csak ugye virtuálisan fönn vagyunk a világhálón, alauti.hu, illetve telefonon vagyunk elérhetőek, és de bárki megkeresi, így próbálunk segíteni, de mindenképpen egy helyet szeretnénk kialakítani, ahol további programokat és speciális fejlesztő foglalkozásokat tudnánk tartani nekik. A szakemberek szerint konstruktív környezetben, vizuális elemekkel, szülői gondoskodás mellett megfelelő módon fejleszthetők az autizmussal élő gyermekek. Nagykanizsán ez történik immár 20 éve. És most nézzük további híreinket röviden. Civilek a pályán. A Nemzeti Együttműködési Alap célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése. A pályázati célra elkülönített összeg 2016-ban csaknem 5 milliárd forintot jelent. A tenderek benyújtásának határideje hamarosan lejár, hívta fel az érintettek figyelmét Budavölgyi Kálmán, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület ügyvezető elnöke. A pályázati felhívások megtalálhatók az emet.gov.hu internetes oldalon. Aki szakmai programot szeretne beadni, azok január 15 és 19 között tehetik meg attól függően, hogy melyik kollégiumhoz tartoznak. Nemzeti Együttműködési Alapról annyit kell tudni, hogy az egyik legfőbb anyagi forrást biztosítják a civil szektor részére. A 2016. esztendőben, hogyha jól tudom, közel 5 milliárd forint lesz az, amit a működési, illetve a szakmai pályázatokra le lehet hívni. Emellett január 10-ig van még lehetőség a nemzetiségi pályázatoknak a beadására. Közlemény. Az Alaerdő ZRT értesíti a lakosságot és a turistákat,
január hónapban a megye mind az öt erdészetének területén társas vadászatok zajlanak. Erdőlátogatási tilalmat nem rendeltek el, de kérik az erdőben kirándulókat, lehetőleg tájékozódjanak, mielőtt útnak indulnak és kerüljék el az esetleges vadászati helyszíneket. A bánokszentgyörgyi, lenti, nagykanizsai, letenyei és zalaegerszegi erdészetek területén zajló vadászatok időpontját meg lehet találni a Zalaerdő ZRT honlapján. Vedd és olvasd! A Szentírás jobb megismerése és hatékonyabb használata, valamint a lelki fejlődés érdekében új kiadvány várja a híveket a Szent József plébánián. A Tolle Lege című füzetecske hétről hétre új tartalmat kínál. A napi Szentírás szakaszok egy-egy figyelemre méltó mondata, valamint ahhoz kapcsolódó önvizsgálatra is alkalmas kérdések olvashatók rajta. A kiadványhoz a templomban lehet hozzájutni, de a plébánia honlapjáról is letölthető. Hiszem azt, hogyha ezt komolyan vesszük, és naponta erre rászálljuk azt a negyed órát, fél órát, akkor elkezdünk megváltozni, jobb emberek leszünk, és akkor a jobbik énünket visszük bele a közösségeinkbe is. Felhívás, már lehet nevezni a 8. országos Farsangi Fánk Fesztiválra. A szervező, a kanizsai Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház bizonyítani szeretné, hogy az egyszerű népi ételt, mint a fánkot, többféle módon és gazdag ízvilággal képesek elkészíteni még ma is településeink, civil szervezeteink tagjai, a vendéglátók és a házi asszonyok. A versenyre minimum 3-5 fős csapatokkal lehet jelentkezni. Profi és amatőr ezen belül hozott és helyben készített, hagyományos, különleges és különleges táplálkozási igényt kielégítő fánk kategóriában. A jelentkezéseket írásban, személyesen, postai úton vagy e-mailben várják a szervező intézmény címére. Jelentkezési határidő január 26-a. Téli babák. Sem túl, sem alul öltöztetni nem szabad télen az újszülötteket. Az újszülött babáknál nem csak arra kell odafigyelni, hogy rétegesen, az időjárásnak megfelelően öltöztessük fel őket, a túlöltöztetés is veszélyes lehet, hiszen a túlmelegedés is magában hordozza a megfázás veszélyét, figyelmeztet a gyerekorvos. Nem csak a kinti, hanem a benti hőmérsékletnél is a baba szükségleteit kell figyelembe venni. Benne a lakásban általában 22 fok a nappali hőmérséklet, ez egy normál érett babának bőven elegendő, fürdetéshez a 25 fok. Arra benne a lakásban nagyon vigyázni kell, hogy a baba kiságya lehetőleg ne fűtőtest mellett, radiátor, konvektor vagy cserépkályha mellett legyen, mert ugye ott azért sokkal magasabb a hőmérséklet, mint a szoba másik részén. Terkovics Bence 2015. december 28-án született. Édesanyjával alig egy hete mehettek haza a kórházból. A védőnő tanácsára a havas téli hidegbe egyelőre nem viszi ki a picit az anyuka. Ilyen hideg időben nem szerencsés kivinni. Tehát fagyos időben nagyon nem szerencsés kivinni, maximum pár percre. Hát remélem a hétvégére megenyúl, és akkor ki tudunk menni egyet sétálni. Aztán meglátjuk. De természetesen kell a friss levegő az újszülött babáknak. Rendszeresen szellőztetni kell azt a szobát is, ahol a pici tartózkodik. Ifjú pároknak ötlet, kisgyerekeseknek alibi, kirepülő gyerekeseknek emlékeztető, időseknek reneszánsz. Ez nem más, mint a szerelmes kalantúra. A házasság és párkapcsolat ápoló program lényege, hogy a házasság hetére készülve időt szakítsanak egymásra a párok. A kalantúrában Keszthelyi cukrászdák, a Festetics kastély, a Balaton Színház és a Hévízi mozi is programokat kínál. Csatlakozni bármikor lehet, az esemény szerdán indult el a Balaton Színházban. Ami nagyon ajánlott, az a titkos üzenet, az a szerelmes levél, ez tavaly is nagyon, nagyon bejött, és nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. A kalantúra útleveléből említ néhány feladatot a főszervező Vrancsik Eszter. A szerelmes levél mellett randevú, mozizás vagy a Festetics kastély ingyenes meglepetés túrája is teljesíthető a pároknak. A házasság hetére készülő programot személyes tapasztalatok miatt indította el a főszervező. Kevés időt így a házasság ápolása, és szerintem ez fontos, főleg a mai világban, amikor mindig azt hallják, tehát a válások száma már eleve olyan nehezen megy bele egy pár a házasságba, mert elég rosszak a statisztikák. Szerintem ezzel is kell egy kicsit foglalkozni, és egy kicsit propagálni azt, hogy egy házasság lehet biztonságos, és hogyha az ember ápolja, foglalkozik vele,
Szerintem ez a lényege. A szerelmes kalantúra ötlete a Szegedi Családközpontban született meg 8 éve. Keszthelyen már tavaly is volt ilyen program. 10 útlevelet vettek fel, és végül 5-en fejezték be a kalantúrát. Közülük sorsolták ki a győztes párt, akik elsősorban élményt és sok együtt töltött időt nyertek ezzel. Talán a legjobb az, hogy rákényszerített minket, hogy szakítsunk időt egymásra, és kicsit átgondolni a saját kapcsolatunkat is, tovább mélyíteni, amelyet hát azért sokszor elfelejt az ember így a hétköznapok feladatai között. Úgyhogy én emiatt is ajánlom esetleg mindenkinek, aki gondolkozik rajta, hogy érdemes-e belevágni, érdemes. A részleteket tartalmazó útlevelet a főtéri plébánián, a Tudinform irodában és a Balaton Színházban lehet átvenni. A február 14-én záruló kalantúrához bármikor lehet csatlakozni. A kitartó párok többek közt wellness hétvégét vagy gyertyafényes vacsorát nyerhetnek. A nevezési díj egy üvegházilag készített befőtt lekvár vagy pálinka. Ezzel a támogató partnereknek mondanak majd köszönetet. És most híradónk végén nézzük még egyszer főbb híreinket röviden. Segítő kezek 20 éve támogatja az alapítvány az autizmussal élő gyermekeket és szüleiket. Körültekintés. A társas vadászatok szezonja miatt érdemes előre tájékozódni az erdőlátogatóknak. Kalantúra. A szerelmeseket várja akciókkal a balatonparti település. Kedves nézőink, híradónk véget ért, amiről a műsorunkban szó volt, azt megtalálják a www.kanizsatv.hu hírportálon is. Most munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!